Következő vendégünk Latvan Tamás nemzetközi jogász. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha közben esetleg elmenne a hangja, jelezze, és már is jön a mézes tea. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Vannak olyan beszélgetéseink, Tamás, amiről azt gondoljuk, hogy az idő megelőz minket, és okafogyottá válik egy beszélgetés. De ezt még előző való nap mondjuk nem tudjuk. Mert hogy tegnap óta például már azt is tudjuk, hogy nem kéne arról beszélnünk, hogy sikerült-e Brüsszelt megállítanunk, mert hiszen tudjuk, hogy megállított, most miért nézel így rá, mert megállítottuk Brüsszelt. Mit szól ön ehhez például? Le vagyok nyűgözve. Sikerült ezt megoldani. Ez egészen elképesztő. Az elmúlt 7 évnek az egyik leglátványosabb külpolitikai eredménye, hogy Brüsszel most úgy tűnik, hogy áll. Tehát nagyobb eredményt, meg sikert én el, nem is tudok felsorolni. Jó, de Kossa Lajos azt mondta, hogy az az A verzió, hogy Brüsszel áll, a B verzió, idézem, mozog a föld. Az MTA-nak egy másik csillagás csoportja megállította, hogy Brüsszel mozog, mert a föld forog, kering a nap körül, és a galaxisok is mozognak egymáshoz képest. Igen, ezek a kommunikációk, ezek engem egyre inkább és mindig az 50-es, 60-as évek, a nyugat rohan a szakadék felé, de mi holnap megelőzzük, című kommunikációra kezdenek emlékeztetni. Hát meg gondolom, ilyenkor ön is elkezd azon gondolkozni, hogy érdemes-e volt ennyit tanulnia, nem? Én most jogász lett, amikor olyan egyszerűen megoldható mondjuk egy jogi kérdés. Én ezt nagyon sokszor már föltettem magamnak az elmúlt jó pár évben, hogy érdemes volt-e tanulni. Lehet, hogy jobban éreztem magam édesapám műhelyében annak idején, de ezt most hagyjuk, mert a nézőket nem ez érdekli a legjobban. Jó, viszont azért érdemes volt jogásznak tanulni, mert hogy kiszúrta ezt a hibát, hogy a Lex Ceut semmilyen Zsolt nem akkor írta alá, amikor valóban aláírta. Ez hogy megy, hogy böngészte ezt a törvényt, és kiszúrta ezt az ellentmondást? Amikor a prágai Nemzetközi Kapcsolatok Intézet, mint kutató dolgozom az itthoni dolgaim mellett, és minden jelentősebb eseményekről szoktunk ilyen rövid összefoglalókat, elemzéseket készíteni. És a CEU ügyben is, mivel ugye sokakat érdekel Európában is, ezért erre volt egy kérés, javaslat, erről kéne egy ilyen összefoglaló, és ehhez kellett végignézni minden dokumentumot, összefoglalni a jogi érveket, amik megszülettek, és gondolkodni rajta egy picit. És ennek a folyamatnak a során alakult az úgy, hogyha még valaki emlékszik, hogy április 4-én fogadták el a törvényt, és április 4-én, amikor ez megtörtént, akkor én a Facebookra még egy posztot fel is írtam, hogy ez egy újabb győzelem napja, ugye április 4-ét annak idején ünnepelni kellett, hogy végre most a CEU elnyomása alól is felszabadulhatunk, ami akkor nagy sikert aratott sokaknál így a Facebookon. És akkor mondom, hogy és akkor valahogy összeállt, hogy ez így várjunk, akkor 3, de akkor Irán, akkor ez így nem jó. És akkor utána néztem, megkérdeztem olyan ismerőseimet, akik dolgoznak itt-ott, és tudták verifikálni azon, hogy valóban a miniszterelnök helyettes akkor éppen Iránban volt, és akkor összeállt a történet, hogy ez így nem lesz jó. Harmadikán is. Elsőjétől egy hetes munkalátogatáson végig kint volt, nem jött haza egy repülővel reggel, hogy aztán visszaszaladjon este. Olyan is, hogy most én soha nem írtam alá semmilyen előterjesztés, hogy ilyen... Ilyet nem, de szerződés már valószínűleg igen. Tehát akkor tudjuk, hogy egy szerződésen is a keltezés az a helyet meg az időt jelenti. Tehát ilyet szerintem már mindenki aláírt. Lehetett volna ez szabályos, hogyha a Teheránban kitalálja a miniszterelnök helyettes, hogy ez nagyon fontos, csak úgy írják meg a papírt, hogy Teherán 2017. április 3. Ez szabályos lett volna. De ugye a miniszterelnökség szerint az rendben van, hogy március 31-én aláírta ezt semmilyen Zsolt, és egyébként meg a benyújtás napját tüntették fel. A miniszterelnökség a nyilatkozatában botrányos módon összekeveri és összemossa szándékosan az okirat keltezését, az okirat beérkeztetési időpontjával, és azt a marhaságot próbálja elmagyarázni az embereknek, hogy a kettő akár lehet ugyanaz is. Nem lehet a kettő ugyanaz, a kettő két különböző dátum. Amennyiben pedig úgy gondolja, hogy egyébként lehet ugyanaz is, akkor meg beismeri azt, hogy tényleg egy hamis okiratról beszélünk. Ez egy teljesen irracionális és értelmetlen magyarázat volt. Tehát ez jogilag is kijelenthető, ha és amennyiben ez így volt, hogy ez egy hamis okirat? Igen. Okirat, amit... Valótlan adattartalommal elkészített okirat, ami ráadásul alkalmas mások jogainak és kötelezettségeinek formálására, ergo még a közokirat hamisítás bűncselekményi kategóriája is megvalósul. Az mikor merül neki, vagy milyen esetben merül neki? Ez a feltétel annak, hogy valótlan adattartalommal készülő okirat, ami alkalmas arra, hogy mások jogait vagy kötelezettségeit befolyásolja. Ez a BTK-ban foglalt közokirat hamisításnak a definíciója. És annak, hogy mondjam, tehát hogyan lehetne kinyomozni azt nem tudom, hogy ilyenkor bonyolult-e,
hogy az okirathamisítást az kiköveti ilyenkor el? Ennek a megfelelő hatóságok, rendőrség, ügyészség, tanúvallomásokkal, az ott dolgozók meghallgatásával minden gond nélkül. Azt látod magad előtt? Hogy semmilyen zsoltot meg előveszik emiatt? Hogy... Az egyik politikai párt már tett feljelentést annak alapján, mint mondtam, tehát ennek semmi akadálya nincsen, hogy ez meginduljon és megtörténjen. De ami itt igazából fontos az ügy érdeme szempontjából szerintem most, az az, hogy ennek milyen hatása van az elfogadott törvény érvényességére. És ami engem igazából érdekel és fontosnak tartom, az az, hogy amennyiben a CEU ügyében viszonylag gyorsan a Magyar Alkotmánybíróság nem lép, akkor az a CEU-nak mindenképpen a végét fogja jelenteni, tekintettel arra, hogy mondjuk az Európai Unióban a kötelezettségszegési eljárás, meg a Strasbourg-i bírósági eljárás végigmegy, addig egész egyszerűen a hallgatók el fognak fogyni a CEU körül, nem fog jelentkezni senki a bizonytalan helyzet miatt. De ugye az Alkotmánybíróság előtt van most ez a törvény, ott egyrészt van-e valamilyen határidő, másrészt pedig emiatt a formai hiba miatt ez egy kiskaput jelenthet-e az Alkotmánybíróságnak? Ugye alapvetően az Alkotmánybíróságnak a különböző határidői, azok ilyen jellegű eljárás esetében, mint most van, nem túl szigorúak. Viszont ha az Alkotmánybíróság komolyan veszi saját magát, semmi nem tiltja és semmi nem akadályozza, hogy gyorsan hozzon a döntést. Itt visszautalnék a miniszterelnökség érveléséről, ők azt mondták, hogy semmilyen szabállyal nem ellentétes, hogy ők a keltezés helyett a beérkezés időpontját tüntetik föl, ami marhaság. Azt viszont tényleg semmi nem tiltja, hogy az Alkotmánybíróság nagyon gyorsan döntsön, tehát erre van lehetőség. Amennyiben az Alkotmánybíróságnak fontos ennek a helyzetnek a rendezése, akkor döntsön minél előbb. Az a kérdés, hogy egyébként egy ilyen formai hiba alkalmas lehet-e a közjogi érvénytelenségre, ezen lehet vitatkozni, és az Alkotmánybíróság ezen gondolkodik nyilván majd. Én nekem határozott álláspontom, hogy kidobhatjuk a fenébe az egész jogalkotást, meg az országgyűlést is, meg mindent, amit a jogállamiságról gondolunk, hogyha az Alkotmánybíróság képes azt mondani, hogy ja, semmi gond, hát egy érvénytelen okirattal is lehet kivételes eljárást kezdeményezni, és akkor nagyon remélem, hogy akkor a parlamenti képviselők egyenként fölállnak, és azt mondják, hogy bocsánatot kérek, a kivételességi eljárás a munkánkat korlátozza, bizonyos szükséges esetekben, és ez teljesen rendben van, de ne nézzetek már minket bohócnak, hogy úgy lehet kivételességi eljárás kezdeményezni, hogy 3 napig rohad a papír egy íróasztalon, majd utána nekünk 1 nap alatt kell döntenünk. Úgy látom magam előtt a fideszes képviselők fölállnak emiatt a parlamentben. Nem kell, hogy ők fölálljanak, elég, hogyha a többi ellenzéki képviselő föláll adott esetben. A fideszes képviselőktől nem számítok semmi jóra, a nagy többségük olyan ember, Orbán Viktor személyesen válogatott össze innen-onnan, se múltjuk, se felelősségük, se semmiük, tehát ezek miniónok, ezek nem komoly emberek. Na jó, de hogyha ezt a gondolatmenetet követjük, akkor ha egy elkaszálja a Lex CEU-t az Alkotmánybíróság emiatt, akkor simán újra megszavazzák, csak sikerül majd jól dátumozni. Amennyi. Az egy lehetséges dolog, és amennyiben Orbán Viktornak még mindig annyira fáj a Közép-Európai Egyetem, meg a fideszeseknek mindig, akkor álljanak vele még egyszer, de legyen szabályos. Mert az, hogy rombolunk is, és még szabálytalanul is, az semmilyen módon nem elfogadható. Hogyha tényleg annyira káros állítólag ez az egyetem, akkor is szabályosan kell eljárni. Egy tömeggyilkost nem ültethetünk le a börtönbe szabálytalan eljárással. Miért nyírhatnánk ki egy egyetemet szabálytalan eljárással? Valószínűleg, hogy Emiliának lehet ebben igaza, ez Emilia mond olyanokat, hogy márpedig, hogyha tényleg ebből indulunk ki, hogy a kormány látja a CEU működésével kapcsolatos hibákat, amelyek eddig ugye jelen voltak, akkor ezen ők változtatni akarnak, és hatodik, ha szakad, lehet, hogy akkor egy olyan módosítást adnak be, amikor semmilyen Zsolt éppen itthon van, és akkor még egyszer nekifutnak. Akkor még egyszer nekifutnak, akkor az Alkotmánybíróság már tényleg érdemi alkotmányossági problémák alapján ugyanígy ki kéne, hogy dobja ezt a törvényt egyébként. Hát akkor legalább ön nem tud, ne haragudjon, hogy ezt mondom, hát nem tud akkor ebbe legalább már belekötni. Hát akkor majd nem fogok belekötni, mert bele fogok kötni a szubstantív alkotmányossági érvekbe, amiket egyébként nagyon sok magyarországi alkotmányjogász már hangoztatott, tehát abban a tekintetben, hogy az egyetemnek a jogait úgy befolyásolja a törvény, az ellen például nem lehet fellebbezni, nem lehet jogorvoslati eljárásokat igénybe venni. Emiatt például akár a tisztességes eljáráshoz való jogsérelme is megállapítható. Tehát nagyon sok olyan szubstantív alkotmányossági érv van még a raktárban, amit elő lehet venni. Én úgy gondolom, hogy ezt az ügyet minél gyorsabban kell lezárni, és ezért ez egy nagyon egyszerű megoldás, egy ekkora látványos, orbitális formai hiba esetében sokkal egyszerűbb az Alkotmánybíróság dolga is. Egyetlen egy dolgot, hogy most ezt nekünk elmondta itt az adásban, ennek mindannyian nagyon-nagyon örülünk, de hogy a történet innentől kezdve hogy folytatódik, hogy ön feltárt egy formai hiányosságot, történt egy feljelentés, ugye, amit ugye említett a beszélgetésünk közben, és...
Meg kell várni, hogy avval a feljelentések kapcsolatban elrendelik-e a nyomozást? Nem feltétlenül kell, ugyanis az Alkotmánybíróság előtt az eljárás már folyamatban. Az LMP-s és Jobbikos képviselők összehozták azt a szükséges képviselői arányt, amivel ők meg tudták indítani a megfelelő eljárást, hogy megpróbálják az Alkotmánybírósággal kimondatni az alkotmányellenességet. Ebben az eljárásban ezt az érvet elő lehet venni minden további nélkül. Ebben az eljárásban az Alkotmánybíróság alkalmas arra, hogy erről döntsön, és ezzel ebben az esetben rövidre lehet zárni az egészet, és vége lehet ennek az ügynek. Ezt kiveséztük, azt hiszem. Abszolút. Köszönjük szépen, hogy köszönjük. Itt vagy.